Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az FX Robot Crypto YouTube csatornáján. Ebben a videóban vásárolni fogunk az egyik kriptotőzsdén. Megmutatom nektek pontosan, hogy ezt hogyan kell. Ha ez titeket érdekel, mindenféleképpen tartsatok velem. Hello! Szóval, mint az elején is említettem, ebben a videóban vásárolni fogunk az egyik kriptotőzsdén, pontosabban a KuCoinon. Próbálom nektek ezt így kicsit megmutatni, hogy hogyan lehet vásárolni ezen a tőzsdén. Igazándiból most KuCoin share-t fogunk vásárolni, ami az előző videóban említett nyereményjátékhoz szükséges, legalább 6 darabot a számlánkon tartani, ezért próbálom a kéréseket és ezt a nyereményjátékot kicsit így összekombinálni, és így megmutatni ennek a platformnak a használatát, hogy hogyan tudtok vásárolni. Igazándiból ez így igaz bármelyik coin és tokenre, hogyan tudtok itt vásárolni, nem csak a KuCoin shares-re, de ebben a videóban ugye azt fogunk vásárolni. Ez a tőzsde egy olyan tőzsde, ami nem rendelkezik fiat lehetőséggel, ezért mindenféleképpen valami kriptovalutával kell rendelkeznünk, vagy beutalnunk erre a kripto tőzsdére. Igazándiból több lehetőség van arra, hogy mondjuk bitcoint vagy ethereumot utaljunk erre a tőzsdére. Hogyha még nincsen bitcoinunk, vagy ethereumunk, vagy egyéb tokenünk, vagy coinunk, amivel lehet kereskedni ezen a tőzsdén, akkor tudom nektek például a Coinbase-t ajánlani, ahol bankkártyával nagyon gyorsan tudtok vásárolni akár bitcoint és akár ethereumot. Igazándiból, hogyha megvásároltuk magát a bitcoint, vagy hogyha rendelkezünk bitcoinnal, akkor átutaljuk erre a kriptotőzsdére az ottani tárcánkra, amit rögtön meg is mutatok nektek, hogyan működik. Szóval akkor kezdjük is az elején, följöttök ugye a KuCoinnak a honlapjára, egyből itt vagytok a főoldalon, a regisztráció után már be vagytok jelentkezve, és ez fogad titeket. Igazándiból a market fűr alatt megnézhetjük, hogy milyen párokkal lehet kereskedni, mennyit változott mínuszba vagy pluszba. Igazándiból ami nekünk fontos, az maga az assets fül, hogy ide rákattintotok, itt az overview fűr alatt láthatjátok, hogy pontosan milyen tokenek és coinok vannak, mit tudunk fogadni és kiutalni. Itt a deposit fül alatt tudunk fogadni, ez a fogadó címünket meg tudjuk nézni. Itt a WinTravel a fül alatt meg tudjuk azt is nézni, hogy mit tudunk kiküldeni, amink van az akkuntunkon, és mik vannak nyitva, mikkel kereskedtünk, miket kaptunk. De nekünk ami fontos, az a deposit, rákattintunk egyből a depositra, ezt elfogadjuk, és itt látjuk egyből a KuCoin shares-t, aminek ez a fogadó tárcája, de mi bitcoint szeretnénk küldeni erre a tőzsdére. Ide rákattintunk a bitcoin fűre, ezt is elfogadjuk, és egyből megkapjuk ezt a címet, vagy ezt a QR kódot, ahova tudjuk utalni magát a bitcoint. Következő lépésként föl is megyünk például a Coinbase-re, ahol természetesen soha nem tartunk sok pénzt, sok valutát, mert ez ugyanolyan, mintha tőzsdén is tartunk sok valutát vagy pénzt. Kitesszük magunkat annak a veszélyforrásnak, hogy eltűnhessen a pénzünk, hiszen a tőzsdék és az ilyen váltók folyamatos hacker támadásoknak vannak kiadva, és a legfontosabb dolog az, hogy a pénzünket és a kriptovalutánkat ha lehető, legbiztonságosabb helyen tároljuk, ez például lehet egy hidegtárca, ilyen például a Ledger Nano S-nek a hidegtárcája, aminek a linkét természetesen beteszem a videó alá. Most, hogyha ezt az információt megtudtuk, akkor itt is láthatjuk, hogy a Coinbase-t is használom sokszor vásárlásra, viszont nem tartok rajta pénzt, mindig tovább küldöm egyből innen, de mindig marad rajta egy kisebb összeg, mint 26 dollárnyi bitcoin, vagy ethereum, 4 dollárnyi ethereum. Tehát itt annyi bitcoint vásárolunk, amennyiért szeretnénk venni a következő tőzsdén akármit. Mondjuk ez a 26 dollár, ami rajta van, az jelenleg elegendő is lesz a videó demonstrálásához. És ide rámegyünk a Sendfűre,
Én természetesen a telefonomon szoktam ugyanezt használni, mert ott be tudom olvasni a QR kódot is, és akkor ezt a 26 dollárt át is küldjük, 26 dollárnyi bitcoint, bocsánat, az 0,0040 bitcoint át is küldjük a KuCoin tőzsdére. Tehát miután elutaltuk a Coinbase-ről, vagy teljesen mindegy, hogy melyik tárcánkból a bitcoint, vagy akár Ethereumot, amit szeretnénk küldeni, erre a címre, ugye nem ide, ide én küldöm a sajátomra, tehát ami nektek itt megjelenik a saját címetekre, elküldtétek a bitcoint, akkor az körülbelül egy pár percen belül, sőt, amikor nagyon gyorsan, gyorsabban meg is érkezik. Itt láthatjátok, hogy mennyitek van a számlán, mennyi az elérhető, és mennyi van éppen kereskedésben. Na most a lényeg az, hogyha megérkezik maga az utalás, akkor ezt itt látni fogjátok. Tehát ezt a várakozási részt át is ugorhattuk, és itt láthatjuk is, hogy megérkezett a 0,004 bitcoin, aminek a jelenlegi ára 26,04 amerikai dollár, USA dollár. Akkor itt látjuk azokat, hogy miket lehet itt ugye fogadni, amit az előbb elmondtam nektek, miket lehet küldeni, amink van. De itt látjátok, hogy jelenleg ezen a tőzsdén most csak ez a bitcoin van, a többi az mind nulla. Még egyszer elmondom, ne tartsatok tokeneket, coinokat a tőzsdéken, mindig küldjetek ki egy tárcára, egy hideg tárcára, vagy egy MyEthereum wallet, de az se a legbiztonságosabb, a legjobb mindig a hideg tárca. De térjünk is a lényegre, haladjunk is tovább, rámegyünk a Markets főre, és kikeressük azt, hogy mi mit is szeretnénk vásárolni, mi mivel van párban, ezek itt a bitcoin párok, itt az összeset megnézhetjük, mi van bitcoinnal párban, de hogyha Ethereummal szeretnél vásárolni, tehát akkor itt is megtaláljuk a dolgokat, amiket szeretnénk, egészen a Bitcoin Gold, az Ethereum Classic, Litecoin, kisebb coinok, a Neo-val is vannak párban egy-két dolgok, Tetherrel nyilván kicsit több van, magával a saját KuCoin tokennel, tehát a KuCoin shares-szel is vannak, és a favorites, tehát ott a kedvencek, amiket bejelölgettünk. De menjünk is a BTC-re vissza, mert mi Bitcoinba szeretnénk vásárolni, és pontosabban akkor vegyünk KuCoin shares-t, ami úgyis kell az akcióhoz, és így egybe nagyon sok kérés volt azzal kapcsolatban a videó alatt, és privát megkeresésbe, és SMS-be, tehát üzenetben is, hogy mutassam meg azt, hogy hogyan lehet vásárolni egy tőzsdén. Ez most a KuCoin tőzsde, és ez most a KuCoin shares, amit vásárolni fogunk, tehát rákattintunk ide, egyből be is dob minket ide ehhez a tőzsde felületre, ide meg kell adnunk azt a Google validátoros kódot, amit ki kell generálnunk most gyorsan, ugye ezt most én is élőben csinálom, nektek is ezt mindig ki kell generálni, amikor beléptek ide. Ugye ezzel volt nekem a problémám, de már megoldódott, jött egy kód, igen, ezt validáltam, és már benn is vagyok 120 percig, ez most él is nekem. Itt meg tudjuk nézni ugye ezeket a japán gyertyákat, hogy hogyan mozog éppen az árfolyam, ez most pontosan KuCoin shares és bitcoin, tehát erre most ne is menjünk kicsit, ne bonyolódjunk bele, ide jól balul a vásárlás és eladás. Itt a lényeg, látjuk, hogy mennyi az elérhető bitcoinunk, az 0,004, annyit tudunk maximum vásárlásra fordítani. Itt van az, hogy milyen áron akarjuk venni, ugye itt most bitcoinnal van párban, nem dollárral, tehát egy KuCoin sharesnek a jelenlegi ára középár folyamon, ez a best price, a legjobb ára, az 0,00016785 bitcoin, ami dollárba átszámítva 1,09 dollár. Ide beírhatjuk, hogy milyen áron szeretnénk vásárolni. 0,00168-on szeretnénk vásárolni. Itt kírja, hogy mennyit tudunk maximum vásárolni, de ha mi nem szeretnénk megadni a saját árat, akkor rámegyünk erre a legjobb ára, egyből kitöltött ez a középárfolyam, kírja, hogy mennyi és mennyit tudunk maximum venni, itt be tudjuk állítani azt is, hogy mennyit szeretnénk venni, nem kell a maximumot venni, vehetünk akár csak 20-at vagy 10-et, itt is ezen a kis görgős felületen is be tudjuk azt állítani, pontosan mennyit szeretnénk, de mi vegyünk maximumot, miért is ne, az 23 darab, és egyszerűen rákattintunk a buy főre, és már meg is vásároltuk.
Hogyha visszamegyünk ide a kezelőfelületre, az assets fűre, még egyszer mondom, akkor itt már meg is jelenik, hogy mennyi bitcoinunk van. Nulla, jó, nem egészen nulla, mert kicsi megmaradt a vásárlásból, de az elenyésző. Ami fontos nekünk, az itt látható, hogy mennyi darab KuCoin shares-ünk van, 23,80, aminek a jelenlegi értéke 25,94 dollár. Nyilván, hogyha ezt a dolgot nem a KuCoin shares-el, hanem a Neo-val, vagy a Fortunával, vagy akármilyen más coinnal, vagy pedig tokennel hajtottuk volna létre, akkor ez ugyanígy történt volna, itt bekerült volna a vásárolt tokenünk, coinunk, és igazándiból itt meg is látjuk azt, hogy mennyit változott az ára, esett, emelkedett. Ami még fontos, hogyha rákattintunk erre a fűre, akkor itt el tudjuk küldeni arra a walletre, ahol mi ezt tárolni szeretnénk. Még egyszer mondom, harmadjára ne tároljatok semmit a tőzsdéken, mert nem olyan biztonságos. Nyilván ilyen kisebb összegeket azért el lehet tartani, ilyen 25 dollárnyi KuCoin shares, meg hasonlókat, annyira nem, de hát ugye sok kicsi sokra megy, mert sok kicsi meg sokat ér, úgyhogy ha sok helyen van sok kicsitek, akkor az mind elveszik egyszer, valamilyen okból kifolyólag egy hacker támadás véget, akkor az ugye nagyobb veszteség. Ezért mindig azt ajánlom nektek, hogy tároljátok máshol külön tárcába az ilyeneket. Remélem ez érthető volt, hogyha nem volt érthető ez a kis bemutató, hogyan lehet vásárolni a tőzsdéken, akkor komment szekcióba jelezzétek, vagy a Facebook csoporton, vagy esetleg menjetek fel a honlapunkra, ott is meg tudjátok nézni az ilyen kisebb levezetéseket, hogy mit, hogyan lehet csinálni. Egy-két cikket már oda is írtunk, annak a címét is bedobom ide alulra a leírásba, és most pedig sietek, futok, szaladok. Remélem, tudtam ezzel segíteni. Még a végén megmutatok nektek annyit, hogy az akcióban hogy tudjuk ezt felhasználni, ezt a KuCoin shares-t, amiért pontosan pont ezt vásároltuk. Aztán miután megvásároltuk a KuCoin shares-t, eljövünk ide a homepage-re, eljövünk erre az akciós oldalra, ugye még egyszer, és itt ki tudjuk váltani. Én már kiváltottam a quiz ajánlatot, amiért a 6 KuCoin shares birtokolom, de mivel elvégezted a KYC-t, ezért még egyet el tudsz érni, így most van két lehetőséged, és ide tudod beírni azt az árat, ami USDT-be, tehát körülbelül a dollárnak az árában megfelelő téternek a mennyiségét kell beírni, hogy mennyi az ára a Bitcoin és az USDT-nek, tehát a téternek a köztes ára, tehát hogy mennyi az ár USDT-ben egy bitcoinnak. Ide megtippelitek, beírjátok, hogy mondjuk 6432 lesz a legmagasabb ár, és akkor rákattotok, hogy quiz. Egyébként az én két tippem, ami vonatkozik 2018, 9. hó 16, reggel 8, és ugyanez a nap 15 óra 59. Tehát ez az az intervallum, ami időintervallum, ami között meg kell tippelni a lehető legmagasabb árát a bitcoinnak, amit eléri USDT-be, tehát téterbe, ami körülbelül ugye a dollárral megfelelő, sőt. És ez az első kör, ugye itt az idő, és itt a két tippem, amit az előbb mutattam nektek. Ugye az egyik volt ez, a másik pedig ez. És igazándiból maga a játék az ennyi lenne, 9 körből áll, itt van, hogy első kör, hogyha ez még nem volt elég nyilvánvaló, remélem tudtam ezzel is nektek segíteni magában a vásárlásban, hogy hogyan kell vásárolni a KuCoin tőzsdéjén, de ez így allgemein lehet mondani az összes tőzsdére, nagyjából az összes hasonlít egymásra, és tudtam nektek segíteni ebben a nyereményjátékban, és amin végül részt tudtam venni. Emeljük még ki ezt így a végére, hogy itt a végén a support fűre kattintva, ha rákattintotok, van egy ilyen lehetőség, hogy online support, tehát az online segítségnyújtás egyből, és egyik komment alapján, az egyik néző kommentje alapján egyből meg is próbáltam ezt az online support, és tényleg ez az online support olyan gyorsan válaszol, és 10 perc alatt megoldották a problémámat, amire később rájöttem, hogy igazándiból egyedül is meg tudtam volna oldani, egy kicsit jobban utána olvasok.
Szóval ez egy pozitívum erről a KuCoin tőzsdéről, hogy az online support és a supportjuk tényleg nagyon gyors. Ezzel most én el is köszönök, és mindenkinek kívánok egy szép hétvégét, és remélem nyereségesen zárjátok ezt a hetet is. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, kattints a like gombra, a komment szekcióba írd meg a véleményedet, és ne felejtsél el feliratkozni. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!